Sziasztok, hello! Vegye kezdetét a hetedik Darkest Dungeon 2 stream a hetedik csapattal. Hát ha a hetedik csapat lesz a szerencsés csapat, aki majd legyőzi a második konfesszió végső bosszát, bízom bennem. Eddig már jó párszor kifogott rajtam, de talán egy csapat csere segít majd a helyzeten, és itt most nem arra gondolok, hogy titeket cserélek le csapaton, a csapatban, hogy más emberke legyen bent, hanem más klaszt hozzak, mondjuk a Plague Doctor helyett, vagy valamelyik más klassz helyett, hogy megborítsuk a szokásost, hát egy változtatás jót tesz majd a csapatnak, meglátjuk. Az a helyzet, hogy ugye hoztam a Helion-t, ami jó ötletnek bizonyult, viszont még mindig kevés volt a sebzés, még mindig kevés volt a sebzés a tüdőre, úgyhogy azért gondoltam, hogy váltunk. Learn from each attempt. Deepen your understanding. And victory will come. 63 gyertyát azért sikerült összehozni. Szép jó reggelt, üdv mindenkinek. A nebulous nightmare. An apocalypse that only we can oppose. Tényleg azt akartam nektek mondani, hogy nagyjából 30%-on áll egyébként a játék magyarítása. Ez ugye nem a gépi magyarítás, hanem a rendes, normális rajongók által készített magyarítás. Study the winding roads and routes of our kingdom. Find any advantage. Lenne plusz egy stage coach item slotunk. A stage coach javítása olcsóbb lehetne. A hordernél kaphatnánk 12-t. A random item. Itt a két healer volt, sokat doki nem volt túl hasznos. Hát a doki sajnos nem. A plague doki sajnos nem volt hasznos. Úgyhogy rajta változtatunk. Behozzuk a Vestárist. Teeming markets, bustling streets. We delighted in the city's vitality. A little more light, a little more strength. Ha a negyedik helyen van a Vestán, akkor plusz kettőt heal-el. Viszont csökken a mini skill damage-a. Ajjaj. Na van itt valami páfia. A konfesszor az arra specializálódott, hogy debuffokat és tokeneket szedjen le. The true splendor of a world. Those who live within it. A flammable item 25% damage. Illumination skill. Party defense. Van itt a party defense is. Mi az úgy csópáfja? Konszekráció. Azt akartam megnézni, hogy mit jelentett az az ikon egyáltalán. Ha első, hát konkrétan ha első helyen áll, akkor max HP növelés. A második helyen áll, akkor pedig damage növelés. Ha pedig harmadik vagy negyedik helyen van, akkor stresszelődés. Oké. Okay.
Ja, van olyan óta Vestánál, ami ilyen. Wow. Ha a második helyen van a Helion, akkor 30% damage. Berserker Path. Wow. Azt nézem, hogy adunk ennyit a Helionnak. Kis ellenállás. Van egy olyan signature item, ami a Plague Doctornak, ami heal 50%-kal, leszed diseased 25%-kal, és leszed negatív körköt 25%-kal. Jó. Na, vegyünk trinketeket. Ha megütnek, akkor a támadó kaphat ilyen fókuszt, vagy mi ez. És hogyha a fény nagyobb 75-nél, akkor a Death Door-os ellenállásunk csökken. Érdekes, érdekes trinket. To recall a thing is to make it real once more. Ha misszelnek ránk, akkor vulnerable lehetek, viszont a tehát kör elején 15% eséllyel stealth bekerületek. A welcome advancement in the science of survival. Ha betalálok, akkor nyomhatok stunt, ha nem találok be, akkor pedig gyorsabb le, akkor gyorsítom az enemit. Meg vegyünk combat itemet. Tessék, disease-t lehet rakni. Bleed-et lehet rakni. Is another implement at our disposal. Taunt-ot lehet rakni, illetve védelmet lehet rakni. Tetszik ez a noisemaker. Jó, kérünk stage coach itemet is. New instruments will help us diagnose the world's affliction and overcome it. Compress kit. És egy in item. Reticent at first. The farmers grew to appreciate our interest in their lifestyle and their land. Egy jó kis kapcsolatjavító. Lassan amúgy az összes in itemet fel fogjuk oldani. Na tessék, a sima blokkot átalakítja a blokk plusz pluszra. És stressz kapok, hogyha én vagyok az első a turn order-ben. Memory is the heart that warms the mind. Hát ez szíves. Ezek a skinek, ezek nem érdekelnek. Ez a nehezítés. Wisdom will help you choose a path. Resourcefulness will ensure you survive it. Még kérek egy in itemet. Na. Negatív körk leszedés. Ez amúgy elég király. Meg stressz leszedés egy targetra. Wow. Három kapcsolatjavítás. Kérünk még egy stage coachot.
A Shroud alatt 15% plusz damage. Még stage kocsot. Food gear. Hát még többet kapunk a lootolt kajából. És disease ellenállás a kajákra, az alapján, hogy mennyi van, mennyi kaja van az inventorinkban. Blindot tudunk okozni, hogyha találunk, hogyha nem találunk, akkor pedig critet adunk az enemy-nek. Érdekes. Itt van egyébként, hogy a 165 itemből 83-at már feloldottunk. Akkor most van meg a fele. Sanctuary. As fleeting as a dying star. Na, srácok, készüljetek, mert bekerülhettek. Darkest Dungeon 2 karakter elnevezés. És akkor 2 percetek van bekerülni. Az új csapatban. A 7. csapatban. You must face your failures or be consumed by them. Na nézzük újra a második konfessziót, amit elhasaltunk. Understood your eagerness to build a reputation. Yes, my honey. See ya, Onyx. The crossroads. Wait by the lantern's light, and welcome what help may come. Na nézzük. Nagyon morcos a vesztál. Repudiated. But unbowed. Conviction, aha. A Conviction megerősít bizonyos skilleket. A Hand of Light-et, az Illumination-t, a Judgment-et és a Mantrát. A Hand of Light-et, az Illumination-t, a Judgment-et. Azt a 3-at, igen. Mi van még? Mantra. Na az még ugye nincs kitanul. Ott van, ott lesz a mantra. Jó. És ez micsoda? Vagy blokkot ad, vagy speedet. Wow, érdekes lett amúgy ez a vesztel. Na, most nézem, 4-en neveztetek igazából. Legalább nem maradt ki senki. Beneath bloodlust and fury. There is emptiness and shame. Na nézzük, srácok, ki lesz a szerencsés első, aki választhat. Astro. Astro a szerencsés. Wow. Ravager. Vesztál akarsz lenni? Oké. Nem fér ki, hihetetlen. Akkor nem leszel dő. Akkor csak astronomist leszel. GG.
Konix, te mi szeretnél lenni? Csápos okkultista, nagyon durván, nagyon erős highwayman, vagy a Helion, aki a legdurvább nőszemély? Természetesen a Vestal után. Na, Confessor. Warlock. És Rogue. Így van, maradtunk a Rogue-nál, mert a point blank shot az ad ripostot, ami nagyon jó. Helion? Oké. Okay. Na nézzük, a harmadik szerencsés, Zsinder. Zsinder okkultista, vagy menő highwayman akarsz lenni? Mondjuk az okkultista is nagyon menő. Jó, mindenkinek be van állítva a páfja. Skilleken se kell nagyon változtatni. De kell változtatni. Duelist point blank kell. Kell olyan, amivel hátra tudunk sebezni. Nagyon jó. És szerintem kell olyan, amivel előre is tudunk sebezni. Targetet vulnerable-ből le tudjuk tenni. Megnézhetjük amúgy ezt. Hát a Vestának most nagyon alapképességei vannak. Első kettőt támad a Hand of Light-tal. Stealth-et tud leszedni, meg pozitív tokeneket. Mi van még itt? Tud Judgmentet rakni. Ami szintén ilyen, hát ilyen támadós képesség azzal a kombóval, hogyha van rajtunk Conviction, akkor még tud tenni az enemire weak-et is, illetve tud tenni vulnerable-t is. És ott van rajta a Divine, tehát itt van a Divine Grace is. 25% HP alattiakra tudunk 25%-ot healálni. És ez a százalék, a heal százalék, az úgy megy följebb, hogy mennyi ilyen conviction van rajtunk. És akkor még van nála ez a consecration is, amivel a targetre lehet rakni, hát vagy blokkot, vagy dodge-ot. Valamiért speedet mondtam, de amúgy dodge. A turbán azt szeretné lenni? Okés. És hát igazából ez nem is volt a kérdés. De Jorm az utolsó. Az utolsó szerencsés. Gratulám. Meg is van a csapat. Meg is van a csapat. Mindenki bejutott. Ja, és akkor még kéne egy képesség. Szerintem mehet amúgy egy tracking shot. Hát a Helionnál nem változik semmi. Na nézzük meg az okkultistánkat. Nézzük meg Zsindert. Hex.
Az a helyzet ehhez, egy más páfon kéne menni egyébként, hogy így ki tudjuk használni ezt a sok csápot, mert ott látjátok kell ez a tüzelő kéz. De az nagyon kell. Négy véreztetést tudunk rakni a csapatra. Előre tud egyet menni. Amúgy ez nagyon izgalmasnak tűnik ez az irány az okkultistánál. Jó. Oké, hát akkor megvan mindenki. Annyit még megnézünk, hogy pozitív relationship chance 5%, Konixnál zoofobik, tehát kreatúrák elleni harc az stresszelni fogja Jormot, de jobban scoutol, fanatikusok ellen jobban harcol Konix, Zsinderről mit tud? A range skill-el többet damol és kritel, viszont 33% eséllyel a kaja nincs rá hatással. Na nézzük, Astral Vestal 50% HP alatt 25% eséllyel, hogyha elkezdődik egy kör, akkor lejön róla a stressz, és 15% rezolút sanszal rendelkezik, ez amúgy tök jó. A Fisher folkok ellen nagy valószínűséggel stresszelődni fog. Oké. Okay. Üdv mindenkinek, srácok, hali. Na nézzük a 7-es csapatot. A hal embereket nem szeretem. The winds whip more harshly on the far side of the brook. You see? Na nézzük, az első csatánk. Oda csapjunk. Párkolunk. Bántják Onyxot és stresszelik is őt. Na, kaptunk egy ilyen empowert. Aha, a Hand of Light az előről ugye nem is használható Astroval, szóval ez például tök jó lenne lecserélni. Stat leszedő. Ja, ahogy látom, a Judgmentet fogjuk nyomni. Vagy ezt a buffot. De az a jó, hogy Astro tud mindenhova támadni a Judgmenttel. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit kap majd. Blokk. Egy jó kis point blank. Az baj egyébként, hogy gyorsabb a highway menünk, mint a... mint a Helionunk. Kalácska itt kaparásza az ágyat, mert be akar bújni az ágy alá. Rászóltam. Szia, Panka.
There is so much worse in store. Az egy fehér kocka az, hogy elkezdte stresszelődni, Konix. Már is lehet a kapcsolatot javítani. Na ki az, aki kevésbé barátkozós? Konix. Aha. Tessék, Konix és Jorm. Nagyon jó. Negatív körköt leszedhetünk. Nagyszerű. Hát Konix most már akkor szeret barátkozni. Nagyon jó. És még, legyetek még jobb fajtik. Megnézzük amúgy, hogy ezzel mit lehet még elérni. Na tehát leszedjük róla. Plusz egy. Hát ez csak plusz egy lett. Se baj. Az amúgy ott elég jó. Kalácska nagyon erőlködik, hogy itt feljöjjön az ágyra kaparászni, de nem hagyom magam. Kisgutya. Na, ott még lehet barátkozni. Meg még le tudunk szerint 12-ért negatív körköt. Hát srácok, adod ide. Lehet viszkivel javítani még, aha. Na nézzük csak. Na. Nagyon jó. Jó, akkor Konix és Zsinder. Jó. És negatív körk, stresszelős. Na, Zsinder elkezdett hümmögni. Jó van, Kalács. Láttam ám, hogy mit csinálsz. Beült a kis bútorába. Helyes. Na, szóval leszedjük. Hát most vagy Astro, hogy ne féljen a Fisher Folktól, vagy leszedjük a kreatúrását a Jormról. Na nézzük, merre lehet menni. In ruin, everywhere, in need. A Vulnerable-t átalakítja az okkultista. Ha. Jó, Jormról szedjük le az ufóbiát. Mit lehet még itt venni? Egy kis kapcsolatjavítást? Whetstone-t? Jó, veszünk egy Whetstone-t. Mert a crit az jól jön. Na és akkor blightolhat Astro. A tauntos itemet kap Konix. Bár amúgy nem is Konixnak adjuk. Konix, te véreztetsz. Jorm, te leszel a tauntos. Na, trinketánk. Blindolhatunk vele, aha. A speed 4, 5, 5, 2. Jó. Olyat csinálhatunk, hogy... Hát, adunk shieldet Konixnak.
megnézzük, ez hogy szuperálnála. Illetve azt is odaadjuk nekik, hogy hogy mondjuk Jorm blindolhatná az enemit. De ezek a trinketek amúgy annyira nem tetszenek. És akkor Mastery Trainernél, hát ne haragudjatok, de kirakjuk a szurkálást és a point blanket. Gizsgutya. Igen. Meg a láng. És akkor hozzuk a kaját is. Ja, azt oda, igen. Oda akartam rakni. Jó. Megyünk, megszerezzük az okkultista trinketet. Mit szóltak? Mit mondott? Clear out the lair. Ja, igen, akkor nem. Mud and rain, resignation and death. This land is truly barren. Na. Respectful. Srácok, kialakult Jorm és Koné között egy kis tisztelet. Na hát itt ilyen dodge plusz van, hogyha a grape shotonunk, ami ugye hát ugye nincs kirakva neki. Szóval Jorm nem nagyon fog ilyet tolni, hogy Konix dodge plusz kapjon, de legalább Jorm erősebb lesz, hogyha Konix lesújt. The Tangle. War. Rewards only. Resignation. Aha, azt nézem, hogy ott az oázis, ott a lár. Jó. Hát az ebből, hogyha balra megyek, az eleve a lárhez visz, szóval jobbra kell mennünk. A Skonixnak nem fog tetszeni, már is benyomta a stresszelést. Jorm és Konix kapcsolata javult. Na ugye mivel Jormnak ez már itt ki van tanulva, azt Astronak kéne, mert van egy képesség, ami nem tudunk használni. Vestal. Chapter 1. Want not. Together with her sisters, she tended the order's sacred flame in pious humility. The abbey's austere arches and sanctified masonry afforded her a life of sheltered privilege that few beyond the walls could imagine. Discipline was paramount, and when forbidden desires would seek to distract her from monastic toil, she smothered them. Reluctantly. Ajaj, tiltott vágyak, el akarták terelni. Illustrious champion returns. Welcome home. Nem szabad Astro, hogy tiltott vágyak eltereljék a figyelmedet. Ez vérakarcoló. Köszi szépen. Köszi szépen a 23 hónapot. Az egyház, természetesen az egyház tiltja a vágyaidat. Köszi szépen a tier 2-es támogatásodat, szélrekarcoló. Na, konkrétan minisztrációkat tud majd nyomni. Wow, na hát ez amúgy már hasznosabb, mint az eddigi képessége, amit ugye nem tud használni. Na, azt mondja, hogy Astro, és akkor minisztráció. Azt mondja, hogy azt ott ki is vesszük, mert a minisztrálás. Mi
Minél több a debuff az enemin, annál több mindent tud leszedni Astro. Nagyon jó. Mert annál több ellenállást rak Astro. Itt is jobbra kell mennünk. Hát a többi nem opció, sajnos. Nem tudok aludni, a kaja is szar, azt mondja Astro. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Na, hát Zsinderő azt mondta, hogy lépjünk, srácok. Ellenben Konix és Jormők itt nagy harcokat szeretnének. Bezzeg a kolostorba, még a kaja is jó volt. Na, dobos már itt nyomja. Csalódobos. Na, Konix az a terv, jól hátra csapsz, amúgy annak nem sok értelme lenne. Konix az a terv, hogy mit csinálsz, Konix? Jaj. Jó, akkor csapjuk le őt. Egy, hát ez nagy, gyönyörű, ez gyönyörű. Dün 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 dün. Na. Mehet a csápolás. Na, megszurkáljuk. Ezért szeretem a Highwayment. Kész. Konkrétan kész. Na, szóval Astro. Ezt tudom, hogy szeretnél minisztrálni, de helyette inkább nyomunk egy kis Judgmentet. Ajjaj. Ellenállás csökkentéseket kapnak, ez nem tetszik. Védekező formáció? Tessék. Ott van, a blindot sikerült beadni. Minden egyes lesújtás 50% strength. Ez amúgy így brutálisan jó. Hát inkább eltakarítjuk a hullát. Na-na, Onyxnak nem jó, nem jó, nem jó. Na, hát azt mondták, hogy márciusi rendelések. Aha. Hát most már ugye tudunk attackot csökkenteni. Jó. Astro, ott is van, nagyon jó. Na. Ez nagyon tetszik. Hát ez a kombó így brutálisan jó. Az, hogy így 50%-es tér. Vagy még mondja már párszor. Tényleg a beszélgető Steam után így megszoktuk, hogy valamit 6-szor mondanak el. Jaj, ne is mond. Tízes crit egy rángatással, hát ez nem semmi. Ez nem semmi. Nem szólt, hogy a dobos hajjon meg utoljára, mert stresszeli a csapatot ez. Ezt meg kéne tanuljam. Na. Jobbra megyünk. Jó, középre. Nagyon jó. Mindennek neki megyünk. Oké, Zsinder és Astronak a kapcsolata elkezdett javulni. Viszont Konix és Zsinder ott nagyon nagy háború van kettejük között.
Szóval én meg kell oldjuk. Remélem egy kocsma elég lesz rá. Astról csak annyit mond, miután látja, hogy mi minden lesz, hogy muszáj lesz imádkoznom. Nyugodjatok le, tudok segíteni, Astro, mondd el. Emptied of mind and spirit by some existential shock, the poor devils roam aimlessly amidst the trees. Na, én ilyet szeretnénk. Kis kapcsolatjavítás és kozmikus gyilkos, ez mit jelent? A kozmikus lények ellen 5% crit. Ez azt jelenti, a boss kozmikus lénynek számít? Amúgy. Szerintetek? Look ahead. A place to reflect, remember and reconcile. Elvesztettünk még egy kereket, srácok. Konkrétan Konix és Orm kapcsolata meg már mindjárt fullos. Egy kis stressz leszedés Astrónál. Én Astrót elküldöm még egy ilyen Shine of Reflection-re. Chapter 2. A momentary lapse. Na. She was a paragon of duty and virtue, but reminders of her deprivation were everywhere. Surely she deserved indulgence for her labors. Ez micsoda lesz? Ezen majd mindjárt kiderül, gondolom én. Tehát Astro, tedd a fát a tűzre, de ne a rossz fát. Most nem tud semmit se csinálni. Előre kell mennünk? Jaj, hát Astro, kialszik a láng. Nagyon jó. Vissza, gyorsan. Nagyon jó. Gyorsan, tedd a fát a tűzre. Ajaj, ajaj. Nem jó, valami történni fog. Valami történt kint, de nem baj, nem. Ki akarsz kukucskálni? Ki akarod elégíteni a kukucskálásodat, Astro? Hát legyen. Ki kukucskálhatsz? Úristen, vajon mi van kint? Hát most már semmi, de elejtetted a fát. Azt mondja, I have seen such things and must see more. Mit láttál kint, Astro? Mi történt kint a kertben? Ajaj. Ajaj, hát ez Astro. Most vajon kikukucskálunk, vagy hagyjuk elaludni a tüzet? Még. Nagyon jó. Jó. Fogod a fát, nagyon jó. És megyünk előre. Háromszor kell kielégíteni a kukucskálását Astrónak. Na Astro, akkor mehet még egy kukucs. Olyan közel voltak egymáshoz. Ajaj, Astro, ajaj. Kik voltak közel egymáshoz? Ezen a bábon meg tudnál mutatni? Már megint ki lehetne kukucskálni. Háromszor kell kikukucskálnunk, úgyhogy most mehet. Ajaj. A kezei az ajkán voltak. Ajaj.
Na hát kaptunk egy melee skillt. Kösz, ezt megérte. Végre felnyílt a szemem és még többet akarok, azt mondja Astro. Jobbra megyünk. Brace up. There is danger on this path. Astro szerintem tisztátlan dolgokat látott. Konix, ne stresszel, hogy mennyire, hát izé, mindjárt kocsmázunk, meg ilyenek. Szávasz, gyap-gyap. Na. Kérhetnénk tüzet. Aha. De kérhetnénk egy armort is. Na, ez nagyon jó. Kapcsolatjavítás Konixnál. A Cosmic Enemy-k amúgy a kultisták és a Shambler, szóval azokkal most nem találkozik a csapat. Ja, csak hogy a boss az például kultistának számít. Aha, a boss is annak... Ah, hát ez tök jó. Na, azt csináljuk. Nyomunk egy ilyet. És nyomunk egy szurkálást. Kár. Aha, és még krit is került rá. Wow. De szép csápolások ott hátul. Alinózi. Na őt agyon kéne, melyik jön? Őt. Akkor agyon csapjuk. Ez így jobb döntés, azt hiszem. Ez az utolsó fight, úgyhogy nem kell vért izzadni. This wound at least has been tended to. In the extreme. This work is noble. Okay, kaptunk egy stained trinketet. Azért voltam úgy egyedül szféra karcolom, mert ez egy ilyen hát egy ilyen klassz történet. Warm candlelit windows promise refuge. Ujjjj, Astro megkérdezte az okkultistától, hogy leülsz és
Beszélsz, hogy olvasol velem? The roaring heart does much for the weary body. Kozmikus Slayer. For the restless soul. Na basszus, hát most már izé, a hal népségtől már Zsinder is parázik. De jó, mert sneaky lett. Ez amúgy rohadt jó. Önző, nagyon jó. Konix konkrétan önző lett. Bravo. Bravo, Konix. Bravo. Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Van stresszerős kiskönyv, nézzük meg amúgy. Ez rossz RNG. Ez rossz RNG. Na, tehát akkor... Na nézzük a viszkit. Nézzük a viszki milyen hatással lesz a csapatra. Nem jó. Rossz RNG. Lehet, hogy másnak kell adni, és akkor úgy jó lesz. Most itt eltöltünk egy kis időt a kocsmában. Na, azt mondja, hogy innájtam. Aha, tehát amúgy főleg... jó, megpróbáljuk. Megpróbáljuk még egyszer. Jó. Amúgy, ja, hát ezt nem lehet célzottan adni, akkor olyat nézünk még, hogy... Whisky. Kinek borzalmas a kapcsolata? 10, 9, 12, 9, 11, 12. Aha, jó. Akkor a 9-esen kéne javítani. 9-es, Astro és... aha, jó. Jó, hát amúgy annyira borzalmas kapcsolatok nincsenek itt. Jorm és Astro, na javítsunk Jormon és Astron. Jorm, Astro. Na. És akkor most mehet a pia mindenkinek. Hát nem lett jó. Jó, akkor whisky és könyv. Megnézzük a whiskyt és a könyvet. Spend what you can, for wealth no longer has meaning. Ez rossz könyv. Uh-huh. Rossz könyvet vettünk. Na tehát... whisky és könyv. Na nézzük. Összességében jobb lehet, nézzük azt meg. Nem érte meg. Ez az helyzet, hogy ez nem érte meg. Megvehetjük, de nem éri meg elnyomni. Úgyhogy ez most itt a nem éri meg, srácok. Olyat csinálhatunk, hogy megvesszük a whisky barrelt, és ennyi. Meg amúgy vehetünk még egyet. Na, talán amúgy ez így jó lesz. Jorm és Astronomist. Amúgy Astronomist és Zsindert kéne felnyomni. Ott már nem hiányzik sok. Nézzük csak. Conventional fair, but fairly priced.
+2-t adott nekik. És ez amúgy elég is. Ki a másik? Astromist és Jorm. Ez 1-et adott nekik. És hogyha most esetleg kísérletezünk, mit szóltak? Na, ez amúgy így jobb lett. Ja, ez sokkal jobb. Mert az nem baj, hogy a 20-as nem 18-as. De az ott sokkal jobb. Na, amúgy a Very Friendly az olyan, hogy 75% a pozitívra. Ezek 53% a pozitívra. 25% a pozitívra, 5% a negatívra. Ja, hogy ezt így kell számolni amúgy. Konix önzők körke az nagyon rossz itt most. Ja, Konix önző körke az így nagyon nem jó. Az nagyon szíves. Még valami stressz leszedés itt volt, ha jól emlékszem. Sebesség csökkentés. Aha. Amúgy ez volt, igen, az 6-ot szed le. Jó, béke pipázzatok Astroval. Amúgy erre a kapcsolatra ez még rá is fért. Na. Izé, egyetek. Itt mindenkinek kell, zsindernek ez pláne. Jó. Your coach must be maintained. Ja, tényleg kell ilyet is csinálni. Shroud Foetor. Na, amúgy a Shroudba mehetünk. A Shroud az most különösen jól lát. Na. Everywhere in ruin. Everywhere in need. Ja, húha, ez tényleg. Illumination! Jó, fejlesztünk a healen. Vagy mi fejlesztünk? Fejlesztünk a csápokon. A Zsinder csápjai elég jók. A Konix lecsapásán is fejlesztünk, meg a hátra csapásán. Tessék. Önző. Ezek ilyen önző fejlesztések voltak. Na, respekt van. Azt mondja, pisztol shotot nyomunk, akkor Astro kap dodge plusz, tehát nem fogunk csinálni. Astro csinál egy judgmentet, akkor Jorm erősebb lesz, az jó. Akkor a judgment, ez nagyon jó. Na nézzük. Azt mondja, hogy Astro és Zsinder kapcsolata. Tehát ha nyom egy Hand of Light-ot, amit nem fog Astro, akkor Zsinder erősebb lesz. Hogyha Zsinder healen egyet, akkor Astronak lesz dodge plusz-plusza. Még egy respektáció van itt. Nagyszerű amúgy, ez tényleg nagyszerű. Tó. Hát ilyet nem nagyon szoktunk csinálni, de hogyha tauntolna esetleg Konix, akkor Jorm kapna a dodge plusz-pluszt, hogyha vénákat nyitogatna Jorm, akkor pedig Konix kapna a dodge plusz-pluszt. Hát ez olyan, hogy így ez ilyen. Az előző az jó volt. The Shroud. Propriety floats listless on the tide. Brined in noxious degradation. Na, hol lehet?
Jó, a Lair ott van balra. Ott meg hospitál van. Jó, nézzünk el először balra. Vagy jobbra? Jobbra. Ja, jobbra. The unknown awaits. Be wary. Don't worry. Onyx, mi ez a nagy stresszelés? Kérem szépen. Nagyon jó, hogy idejöttünk a hospitálhoz, mert semmi pénzünk, semmire. Úgyhogy, szia. Lehet menni most balra. Megszurkáljuk az özvegyet, jó? Letalítások. Early results are encouraging. Kaptam egy achievementet, megöltem 100 gauntot. Na léci, de miért hátra? Miért hátra? Trinketek nélkül a sebzés. 41, csak mondom. Zsindel és Astral stresszelik egymást? Nem tudom, miért csinálnak ilyet. The Sunken Monolith. Egyértelmű, ez harc. Csak kár, hogy nem buffoltok semmit, senkit. Astrót választjuk. Jézus atya úristen, hát ő kicsoda? Amúgy eljöttünk a Shroudba úgy, hogy nem szeretik a halak ellen a harcot a hátsók. Ő itt a Docker. Nem találkoztunk még vele. Vele már igen, a fishmongerrel. 16-os krit. Azt mondja, Ylvanj, azt mondta. Tó. Csináljunk tó-tó-tót, tessék. Még a kapcsolat is javult. Javasolt. Hogy megélezte a kis késeket? Tessék. Na de kérem. Ajaj, kapott barnaklészt. Látott már rosszabbat. Ajaj. Na miért stresszel ennyire a csapat? Lehet tudni. Csápok. A csápok jelentem nagyon jók. Lesz egy? Gárdolunk egyet rajta, nézzük. Astro? Vissza? Menj el, légy szíves. The work continues. A
calculated generosity. Ez nagyszerű. 8-as izé, bleed van rajta. De mi baj lehet ebből, ugye? Na. Hol a heal? Ez az? Ez az. Nice. Lehet a bleedet kellett volna inkább leszedni. Csak lehet. Jó, Astro, rajtad a világ szeme. Wow! Hogy ide jött Jinder, láttátok? Az a gond, hogy a stressz szintekkel nagyon rosszul állunk. Ez nagyon, nagyon rossz. Konix konkrétan itt leolvadás lesz. Reliable information brings accurate insight, after all. The fog is parted. Our way is made clear. Hát... ez nem jó. Ez a nagy stresszelés, ez nagyon nem jó. Ezzel nem tudtam mit kezdeni. De amúgy ez erre sokkal jobban kellett volna figyelni. A kocsmába. Legalább fullos kapcsolatuk van Onyxéknek. Nagyon jó, agyon kell vágni azt a kutyát. Hármas blade. Gizsgudja. Nagyon jó. Nagyon erős a csapat. Csak a stressz az nincs jól kezelve sajna. Menő volt ez a képesség amúgy. In crisis, no gain is insignificant. Na ti mit adtok nekem? Lehetne kérni izét. Mi az? A scoutingot, csak az már ugye maxos. Flame-et lehetne sok kajáért. Aha. Hát, nem is tudom. Konix kajáját kérjük? Kérjük Onyx kajáját. An unexpected find. A Confession Boss kapott a 10%-ot.
mert a loadingot stackeltük. Az gond. Desperate to survive the rising tides. The fisher folk of the coast. Ezt nem is figyeltem amúgy eddig. Resorted to a debased worship of the sea. Na. Hát csata, csata. Hát nem is tudom. Zsinderrel unfriendly, Konix-szal még nem. Jó, akkor Konix te leszel, akire majd meghalakszik Zsinder. Enemy ambush. Egy mínusz legalább. Jó, Astrót legalább visszalögdösik a helyére. Jó, egy rángatás. Jó, legalább elpusztítottunk egy hullát. Egy embert elpusztítottunk. Csak ne stresszelj, Konix, léci. Jó, nem stresszelt. Ú, nagyon jó. És még egy heal is kiment. Hűha, ez nagy stressz. Ja, menő, amikor megvédik egymást, igen. Illumination! Na, egy 9-es crit. Ez most mi volt? Mi volt ez a csingiling? Egy bónusz stressz mindenkinek, ide csengettek. Azt mondja, Konix, csináljuk meg ezt még egyszer. Mert ő nem gyáva. Na, jön egy jó kis keréktörés. Azt hogy kikerültük? Nagyon nagy hülyeség volt a Shroudra jönni. Fisher folkok ellen fogunk harcolni. A Zsindert kellett választani, mert egyrészt ő ad attackot, meg ő javítja a kapcsolatot a többiekkel. Na, ott volt, ott is plusz egy stressz. A modest fellowship expands. Praise the Sug. Moga, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 ajándékot. Köszi szépen, hogy Mizari, Ragya, Arkangyal, Marci, Munkásember, Zoltán, Krisz, Firni, Stingi és Gib. És mi az feliratkozottságát ezzel lehetővé tettem. Köszi, köszi. Mizus maga. Most mint arra felé. A modest fellowship expands. Praise the sun. Perelgenek, srácok, az fegek magának bizony. Our modest fellowship expands. Praise the sun.
Our modest fellowship expands. Praise the sun. Atya, gatya. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Zsinder professzionális okkultista. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen maga a 10-es ajándékot még egyszer. Stílusos a Darkest Dungeon-os. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Announcert ötvözni a Darkest Dungeon-os announcerrel. Na, jön két loading. Let us hope the madman's scrounging has borne fruit. The loathing whispers. The loathing whispers. Na, mutasd, mit van. Whisky battle. Adjad. Csecsé is, meg becsé is vannak. Venni kéne egy luxury-t. Veszünk egy luxury-t. Na. Csak azt nem tudjuk most lecserélni. Jó lenne, de nem tudjuk. Ja, azt nem tudjuk. Szevaszkott, hali-hali. Na, most vagy megöletjük a csapatot. Vagy nem tudom. Beware what awaits you inside. The Church of the Change, an inglorious heap of rotting timbers. Volt rá az, hogy az a csávó mit csinált a Darkest Dungeon 1-ben, még miha beült a kocsmá, vagy a templom, vagy elfoglaljon egy stressz heal helyett a tagok el. Tényleg volt olyan is. Kapta a kisbaba. Azt a 9-es bleedet csak le kéne szedjük, nem? Aztról leszeded? Leszedtem. Kurálva. Ajaj, lefújták Aztrót. Ajaj, nagyon osztogatják itt a bleedet. Ő meg stealth-es, de le tudjuk szedni. Jó. Megyünk tovább. Ő nagyon nagyokat csap. Hú, ez nagyon kellett Zsindernek. Nem egy ilyen stresszes az élet. Tűha. Nézzük. Jó. Ezt nagyon jól levédtük.
Azt volt, ne rángassátok? Nem hiszem el. Kár, hogy átrendezte a csapatot. Ezt nem akarjuk elnyomni. Ajjaj. Jézusom. Hílálnunk kell egyet. Bár pont nem tudunk mi. Pont nem tudunk. Akkor mindegy. Maga! Felkenekítettél 370-re? Köszi szépen az újabb 4 ajándékot Hydra papának, Gandalfnak, Purgatory Girlnek és Narvenárnak. Peregjenek srácok a szvegek. Köszi-köszi, Moga, ismét csak. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Ajaj, leolvadások. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Szia, szia Moga. A small foundation of trust. Call of the Deep. 142 HP van. Rabolta. Vissza is szereztük. Volt valami hasonló izé, volt a Darkest Dungeonben olyan valami, hogy az ő oldalára tudta állítani az én emberemet, vagy valami ilyesmi. Nem, srácok? Astro jött segíteni és ütött egy miszt. Meg banya volt, ami betette a lába, és tényleg olyan is volt. Na hát ez nagyon jó. Na Astro. Astro is leolvadt, pedig hát Resolutionre volt esélye. Astro, hát bíztam benned. Mistimed as directed. Ó, jó, hát ez itt nagyon, nagyon csúnyának tűnik, srácok. Kis adminisztráció.
Szerintem halunk amúgy. És most még csak meg se tudtuk elsőre válni. Hát ez, ennek az illuminationnek nem csak... Schindler nem bírta. Astro se bírta. Na majd most. Onyx? Onyx is levaladt. Ja, hát az egy nagyon nagy probléma volt, hogy behoztam ide a csapatot úgy, hogy nem szerettek a izi ellen játszani. A halak ellen játszani. A hal emberek ellen. Szomorú. Jó, nagyon dacol itt a halállal amúgy. Pedig tartott. Nem láttuk még egyébként, hogy a Leviatán milyen. Most már tudjuk. Remain undeterred, and you will yet prevail. 15 gyertya. Hát ez nagyon kiábrándító volt. Ez annyira kiábrándító volt, hogy... Tehát, hogyha még kapunk egy 50 gyertyát, akkor azt mondom, hogy na jó, menjünk még egyet, de ez most itt... Uff. Innen folytatjuk majd legközelebb, srácok. Ez nem csak a karaktereknek, de nekem is stresszes volt. Ezt a kombinációt nem adom föl. Megpróbálunk ezzel eljutni az utolsó, tehát a második konfesszió bosszáig. De... Meldánoltam.